Felkészült a fejlődésre? Indul a Mentor! Gazdasági reality, üzleti tréning a Trend FM-en. A műsor állandó szakértője és ötletgazdája dr. Molnár Imre, a műsorvezető Ércfalvi András. Köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat, ahogy azt láthatják, hallhatják, folytatódik a Mentor, hiszen kedven, ez már az ötödik feladat, lassan a verseny felénél tartunk, erre felhívta a figyelmemet dr. Molnár Imre, aki stratégiai tanácsadó és a műsorfolyamunk ötletgazdája. Ma kiegészültünk, van még egy mentorunk, Intrumtól Despot Károly, CMS igazgató, köszönjük szépen, itt vagy, ott voltál a konzultáción is, és el is kezdjük az első kört rögtön, a DevZone-tól Bíró András, ugye tudják, szoftverfejlesztés, informatika, a múlt héten gazdálkodás, tervezés, tulajdonképpen ez volt a fejezet címe, a randevú témája, most pedig kockázatmenedzsment, kockázatelemzés. Én azt mondtam magamban, hogy Sküllák és Karübdiszek között hogyan lehet a vállalkozások életét, stratégiát megtervezni, elvezetni. Nagyjából ez így fedi, ugye, a mai történetünket, Imre? Fedi annyi különbséggel, hogy most már kicsit hidegebb van odakint, ezt az előbbi két gyönyörű görög szót nem tudnám kimondani ilyen. Én is sokat gyakoroltam egész reggel, ezzel voltam. Nagyon ment, igen, igen. De én is ott lennék a tengeren inkább. Oké, szóval, hogy alapvetően igen, kockázat felmérés, az ötödik feladat még nem is annyira menedzsmentről szól, mint inkább egyfajta kockázat feltárás, kockázat térkép készítésére kértük a vállalkozásainkat, és hát ugye sokfajta metódus lehet, ami alapján mérlegelni lehet, értékelni lehet különböző kockázatokat. Egy szó, mint száz, bármilyet használ is egy vállalkozás, könyörgöm, használjon valamit. Tehát egy kockázat feltárás az egy kötelező gyakorlat kéne legyen a vállalkozások számára. András azt mondta, bocsáss meg, szabad ne fel. Hát mikor készültünk már, azt mondtad ugye, hogy bűn. Ezt az Imre mondta talán két adásra ezelőtt, hogy bűn, ha valaki ezt nem végzi el cégvezetőként tulajdonosként. Sokat beszéltünk erről, hogy mind magánéletben, mint magára az emberre, mind a családra, mind a cégre is ugye egy felelősséggel tartozunk, és hogyha kockázatot nem kezeljük, akkor nagy problémák lehetnek. Gyorsan beszúrnék ide egy számot. A múlt héten 451 cég ellen indult felszámolás. Tehát, hogy most van azért milyen kockázatot kezelni, és mi próbáljuk nem ezek közé, a cégek közé tartozni. Hát ezt jókor mondod, mert ugye az Intrumtól Despot Károly, de ez nyilván hozzá fog szólni, de akkor folytasd, Imre, légy szíves. Igen, csak azt akartam mondani, hogy a kockázatkezelés az látszólag egy kicsit olyan szélmalomharc, tehát hogy kidobunk az ablakon egy csomó időt, energiát, hogy olyan dolgokkal foglalkozunk, ami jó eséllyel nem fog bekövetkezni. Ugye, mert valójában erről beszélünk, hogy valamilyen nem várt eseményre próbáljuk felkészíteni magunkat, a szervezetünket, a partnereket, adott esetben edzünk olyan dologra, ami jó eséllyel nem következik be. Viszont ha bekövetkezik, akkor nagyon nem mindegy, hogy lebénulva, lesokkolódva állunk a szituációval szembe, vagy pedig van valami forgatókönyv, amit elő tudunk venni és követni tudunk. Nem feltétlenül pont ugyanúgy fogjuk csinálni, de biztos, hogy jobb eséllyel indulunk megküzdeni valamilyen kockázattal, hogyha van valami a kezünkben. Hát ha már az időt mutatok, közben, amikor kimegy az ember a tanpályára, nem? A Hungaroringen mondjuk, és ott jeges pályán megpróbálja megtanulni, milyen az, amikor majd tényleg jeges lesz. Nekem reggel hajnalban már egyébként fagyogatott rendesen, sem múlt héten, úgyhogy volt már ilyen. Károly, erre a 450-re nem kérem, hogy reagálj, de akkor inkább a vállalkozás. Hát mi azt látjuk, hogy mi történik, hogyha valaki valamilyen mondom rosszul mérte fel a kockázatát, és mondjuk egy nem fizetéses szituációba került. És az elegészíteném ki, hogy egy hosszú konjunkturális időszak volt mögöttünk, az elmúlt mondjuk 2-3 évet leszámítjuk, amikor most itt a vitorlás példát hoztátok, vagy kint a tengeren tehát egy kezdő vitorlás is úgy könnyen el tudott mozogni egy enyhe szélben, de amikor most ilyen turbulens időszak van, mint most, akkor lesz igazán fontos, hogy ki az, aki vezeti azt a vitorlát, milyen tapasztalásokkal és mondom, folyamatokkal edzette meg magát, hogy képes legyen egy nehezebb időszakban is vezetni a cégét. Jó, szóval a kockázat elemzés, és Imre azt mondta, hogy az Andrásik cége az a cég a háromból, talán ahol a legtöbb helyről jöhet kockázat. Nem biztos, hogy az ő vállalkozása a legkockázatosabb, ugye jól idézlek, de azt mondta, hogy a legtöbb helyről kell végig gondolni azt, hogy honnan jöhet kockázat, honnan jöhet támadás. Ezt te is így értékelted a feladatnál? Ugye három cégnek különböző kihívásai voltak. Azt gondolom, hogy a Andráséknál
ugye egy nagyon olyan területtel foglalkozunk, amelyik egy nagyon nagy kihívás előtt áll, és erről beszéltünk is, és pedig ez a maga a mesterséges intelligencia megjelenése. És András, ezt azt gondolom, hogy a dolgozatban nagyon, nagyon jól fogta meg azt a témát, hogy van egy rövid távú kockázat, hogy most mivel szembesül a vállalkozás, de mondjuk egy technológiai változás, az mondjuk hosszú távon milyen hatásokat terhelhet majd a vállalkozására. Ez érdekes, ugye, mert a HR kockázat, azt mondta Dimre ugyancsak, hogy az mindenhol fontos és mindenhol jelen van, az egy adott pillanat, akár ma, akár holnap kockázat. A mesterséges intelligencia meg egy elnyúló történet lesz ebből a szempontból. Igen, egyrészt másrészt meg a HR típusú kockázatokhoz értsük ezt most a helyén, az azt jelenti, hogy mondjuk több irányú lehet, kulcsemberek elmehetnek a cégtől, ez is egyfajta HR kockázat, amikor nem csak elmennek, hanem viszik a magukkal a tudást is, és hogy azt hogyan lehet mégiscsak a szervezeten belül tartani. De ugyanígy HR kockázat, hogyha bővülhetnénk, de nincs megfelelő szakértelem, akit behozhatnánk erre a területre. Azért mégis erre van egyfajta eszköztárunk, van egyfajta rutin, vannak sémák, amelyeket tudunk használni. A mesterséges intelligencia területe az üzletelésben, különösen a szoftver fejlesztés és a technológiai szektorban egy olyan új, bocsánat, elcsépelt fogalomért, de paradigmát hozott be, amelyre nincsenek még sémáink igazán. És igazából ősztesz, akárki mondhat akármit ezzel kapcsolatban, nem hiszem, hogy megalapozott az, amit mond, mert nem tud az lenni, hiszen nincs múltja nincs ennek kikutatva a sztorinak. Igen. Nem csak kikutat, kipróbálva se. Igen. És hogy igazából itt lehet gyönyörű konferenciákat tartani, hogy hova vezet ez 5 év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva, senki nem tudja megalapozottan megmondani, hogy valójában milyen hatással lesz. Ez oda, hogy valamilyen hatással lesz, az biztos. Áldás vagy átok, az cégre lebontva sem tudjuk pontosan. Neked milyen élményeid voltak, András? Nagyon érdekes volt az, hogy a kollégáimmal, ahogy csináltuk, mindenki egyből meg akarta oldani a problémát, és így mondtuk, hogy nem, most álljunk le, most csak listázni kell, és majd utána fogunk figyelmet ráfordítani, mert akkor ugye elveszünk a részletekbe, és nem tudunk struktúráltan akkor dolgozni. Ugye, ahogy jött a mesterséges intelligenciával való bánás, hogy most mit csináljunk vele, hajós példára, hát fogjuk be a vitorlába, és ezt el is kezdtük. Úgyhogy mi már mondjuk régóta használjuk a back office-ba, de most ugye pont most beszéltem egy szoftverfejlesztő kollégámmal, hogy mennyire tudta meggyorsítani ő munkáját a mesterséges intelligencia, és úgy néz ki, hogy ez most már nem a piros kockázatok közé fog kerülni, hanem az, ami támogatni fog minket. Ettől függetlenül még azért van olyan része a területnek, amivel viszont nem tudunk mit kezdeni. És egyébként az volt a nagyon jó Imrével és Károlyjal való közös munkába, hogy megnéztük, hogy egy bizonyos helyzetnél, hogyha valami kockázat van, akkor mit lehet tenni. Tehát nem csak megadni tudjuk magunkat, vagy felkészülni rá, hanem egyéb esetőségek is vannak, mint például az enyhítés, vagy az áthárítás. Tehát, hogy minden tárházát végigvettük, hogy ebből a listából mivel mit lehetne csinálni, és ez zseniális volt számomra. Ez izgalmas, mert a mesterséges intelligencia pont most volt a hírekben, hogy most már mindenki eszeveszetten keres azokat a szakértőket, szakembereket, akiket a cégébe be tud építeni, mert ért a mesterséges intelligencia. Tehát oké, hogy befogod a szelet a vitorlába, de kell majd valaki, aki kezeli azt a vitorlát. Tehát ez egy HR kockázatot is jelenthet nagyon sok, lehet, hogy nincs így. Inkább az, hogy vannak ilyen szakértők? Vannak persze, csak nem lesz annyi nyilván. Nem, igen, nincs. Nem lesz annyi. Szerintem ilyen önképzett szakértők vannak még ebben a témában. Nem lehetnek még szakértői ilyenek a területnek, mert azért az hosszú évek, évtizedeknek kell eltelni, hogy valaki szakértőnek mondja magát valamiről. Tehát szerintem itt... Minden héten változik ez a dolog. Pontosan, nem, nem lehetnek. Itt tapasztalatokat lehet szerezni, és csinálni, mert az hozza meg az eredményt. Milyen jellegű kockázatok izgalmasak, érdekesek még? Mondjuk egy olyan jellegű cégnél, mint az Andrássék, aminek te örültél, hogy benne volt mondjuk a megoldások között, vagy jól föl volt tárva. Nagyon részletes volt, és azt mondom, minden szegmensére kitért, ami nagyon fontos volt az emberi tényező. Így van. Tehát beszélünk mesterséges intelligenciáról, de végül is emberek vezetnek, irányítanak, vannak együtt egy cégben, és alkotnak egy szervezeti kultúrát. És abból András különböző pozíciókat azonosított, akiknek a kiesése különböző fenyegetettséget jelentett a cég életére, és ezt azt gondolom, a cég egész
vertikumára végigvette, tehát nem feltétlenül csak vezetői pozíciókat, hanem külön kiemelve a szakértőket is nagyon azonosította, hogy mit jelent mondjuk akár egy-egy fejlesztőnek a távozása a cégénél, és majd a következő feladat nyilván az lesz, hogy lehet erre reagálni, és ezeket a kockázatokat. Ezeket hogyan lehet beárazni és megoldani. Még egy utolsó dolog, nagyon örültem, mert ebben az évfolyamban először találkoztunk ma. Ugye ti már a konzultáción dolgoztatok együtt, és teket azért az Intrumnak és Despot Károlynak azért van már tapasztalása a mentorral kapcsolatban, meg az adott feladatokra, adott válaszokkal kapcsolatban is. És kérdeztem, hogy mit szólsz a vállalkozásainkhoz, mit szólsz a líderekhez, és tényleg őszintén elmosolyodtál, azt mondtál, hogy ez most egy nagyon jó merítés, és nagyon a tutiban vagyunk ebben az értelemben. Én azt gondolom, hogy most vagy a kollégák meghallgatták a tavalyi műsort, és akkor tanultak belőle, vagy egyszerűen csak egy általános mondjuk, a játéknak az evolúciójából adódóan egyre jobb dolgozatok születnek. Én azt gondolom, hogy amit például tavaly még beszélgettünk, azokat itt triviálisan láttuk, hogy a kockázatokat nagyon jól mind a három versenyző nagyon jól bemutatta, nagyon mellé rakták a bekövetkezési valószínűséget is, nem felejtettek ezt, és ebből mutatták ki azokat a mi piros négyzetes kockázatnak hívtuk, azokat a magas kockázati elemeket, amivel valóban érdemes foglalkozni a cégeknek. Jó, hát jó volt a szűrés egyébként nyilván, meg a konzultáció. Igyekeztünk, és a konzultáció is oda tettük magunkat természetesen, igen, de hát ugye még egyszer a rádió hallgatók, nézők számára az egy fontos üzenet, hogy természetesen, hogyha elszabadul a szürke állományunk, akkor millió egyfajta kockázatot listázhatunk, ami érintheti a vállalkozásunkat, így vagy úgy, kisebb-nagyobb mértékben. De be kell látni, hogy korlátosak az erőforrásaink vezetőként is, tulajdonosként is, alkalmazottként is. De hogy melyek azok a kockázatok, amelyeket viszont nem szabad a fülünk, szemünk mellett elengedni, az egy mégiscsak egyfajta szubjektív becslés eredményeképpen áll össze. Tehát az, hogy például mennyire értékeljük súlyosnak egy nem várt esemény bekövetkezés utáni következményét, az egy nagyon szubjektív megítélés kérdése. Ugyanígy a valószínűsége, hogy bekövetkezik az a valami, amit egyébként nem akarunk, hogy bekövetkezzen. Ez a szubjektív becslés pedig nagyban függ attól, hogy mennyire szenior valaki a saját piacán. És ez egy nagyon fontos mozzanat szerintem, amikor megértjük Károllyal együtt, hogy alapvetően a mi tisztünk nem az, hogy értékeljük azt, hogy vajon jól becsülték-e meg a vállalkozások egy-egy esemény bekövetkezésének a valószínűségét, vagy annak a hatásait, mert feltételezzük, hogy náluk jobban a saját piacukhoz nem ért senki. Sokkal inkább azt, hogy mennyire struktúrált, mennyire összetett ez, és hogy az Andrásék esetén ugye ez egy nagyon érdekes látni, hogy a három cég közül a legtöbb irányból figyelték azt meg, hogy honnan érkezhet kockázat. Hát a legtöbb irányból, meg a legtöbben talán, tehát mert ezt megosztottad, ezt a terhet. Nagyon sokan dolgoztunk rajta, tehát itt mindenkit bevontunk. Viszont kiemelném azt, ami idefelé történt velem, tehát hogy azóta is gondolkodunk, hogy milyen kockázatok lehetségesek, és akkor láttam most idefelé, hogy a Microsoft accountomat kezdik föltörni például Amerikából, és akkor így gondolkodtunk, hogy hú, ezt beleraktuk, igen, a security részben, és milyen büszkék vagyunk, hogy erre figyelünk. Na most azért ezen nem lehet levenni a figyelmet, tehát a kockázatok az egy olyan dolog, mert nem akarunk foglalkozni, mert termelés sokkal fontosabb, de akkor tud jól aludni az ember, hogyha ezt a területet is gondosan kezeli. Tehát, hogy ott kell lenni a figyelemnek. Jó, hát ez ott volt, és akkor a pontszámok is ott vannak. Károly? Én a maximális 10 pontot adtam. Imre? Szintén. Köszönöm a kollégáimnak. Pár perc szünet, és folytatódik a Mentor itt a Trend FM-en. Ez a Mentor. Gazdasági reality, üzleti tréning a Trend FM-en. Kedves nézők, kedves hallgatók, folytatódik a Mentor a második körrel, a második vállalkozással. Kürti Zsolttal egészültünk ki, végép lemmód, erős áramtervezés, kivitelezés. Azt mondta mind a két mentorunk, hogy nagyon látványos volt a bemutatód, ami a kockázatokat illeti. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy értettétek, Imre. Hát úgy értettük, hogy most 10 éve toljuk ezt, kockázatmenedzsmentről beszélünk az elejétől kezdve, mondjuk úgy, hogy 30 cég már bizonyított, igen. Átment így a kezünk között a beadott feladatok, de olyan klasszul programozott Excel-t kockázat
feltárásra, kockázat értékelésre, mint amit Zsoltik beadtak, én még nem láttam. Tehát dekoratív volt? Nem csak dekoratív volt, képzelj el egy pótmétert, amelyeket real-time-ba mozgatsz, akkor eltérő érték képződik, összeszorozza a valószínűségeket, az esélyeket, és sőt, egy összegző táblázaton újra rangsorolja, attól függően, hogy éppen hova húzod a pontot. Erre most nagyon sok néző meg hallgató mondja azt, hogy hát tudod, mikor fogok én erre ennyi időt meg energiát áldozni. Tehát ez azért kell egy jártasság, nem, hogy ilyet tudják készíteni. Ez az akárkinek nincsen meg, majd ezért megkérdezzük a Molinárit, Lacit, hogy például ilyet csináltam már. Nem csináltam. Nektek ez mennyire volt kézenfekvő? Hogy így csináltam? Igen, én meg a feladat maga. Úgy szeretem csinálni, hogy utána nekem könnyű legyen. Úgyhogy előttem volt, ha csak számok vannak, én abba elveszek. Jobban szeretem látni vizuálisan, és akkor egymáshoz képest a kockázatokat is tudom látni, hogy mondjuk hatosnak gondolom, lejjebb megyek öttel, akkor már megyek vissza az öttel feljebbihez, hogy akkor arra esetleg kisebb értéket írjak. És amúgy meg másfél óra volt ennek a felületnek. Több volt beírni a kockázatokat. Volt olyan kockázat, amin sokat vitatkoztál magaddal, hogy 5-ös, 6-os, 8-as, 7-es egyáltalán vegyük el a legfontosabb kockázatok közé? Úgy csináltam, hogy mindenhova elkezdtem érni, aztán megnéztem az összesítőt, és néztem, hogy ez így nem jó, mert hogy nem ezt érzem. Akkor visszamentem, mozdítottam rajta utána megint, utána kijött egy eredmény, elküldtem, utána ránézt, és nem ezt kellett volna elküldeni. És pont beszéltük is, hogy nekem így minél többet dolgozok vele, megfigyelek, meg koncentrálok rá, úgy egy 2 hét, 3 hét, ami alatt így kisimul a dolog, beérik, és akkor válik olyanná, amire azt mondom, hogy ez most azért ez már olyan tud lenni. Sőt, tovább megyek, szerintem ez jövőre lesz igazán jó, amikor előveszed egy év múlva, vagy fél év múlva az egészet, és akkor az eltelt időszakhoz képest még jobban be tudod lőni, hogy jól satszoltál le. Mert ez egy jó párlat, amit az ember megcsinál, és hogyha nem issza meg, akkor egy év múlva, 2 év múlva, 5 év múlva sokkal jobb. Imre mindig azt szoktam mondani ennél a feladatnál, meg amikor ilyen megoldással találkozik, hogy bár minden magyar vállalkozás ennyire tud lenne, és ennyire tisztában lenne a kockázatokkal, és ennyire jól térképezné, meg súlyozná őket. Neked mi volt a benyomásod? Nagyon jó volt struktúrával, és azon túl, amit most már említett Imre, nagyon jó struktúrával az, hogy milyen típusú kockázatok azok, amik a cég életében felmerülnek, hogy pénzügyi, stratégiai, működésbeli kockázatok. Tehát nekem, mint egyébként laikusnak, hiszen nem ismerem a területet is, volt egy képem arról, hogy a vállalkozást milyen negatív szenáriók érhetik, és ezen belül mik azok, amiknek igazán jelentős hatása van arra, hogy a cég működése az milyen irányba megy tovább. És akkor tetted a pipákat? Tehát erre gondoltam. Értem, abszolút, hogy ahhoz a szektorhoz nem értesz. Abszolút. Azt gondolom, hogy nem is tudtam volna tovább kívülállóként, nem is tudtam én olyan kockázatot azonosítani, ami ne szerepelt volna listában. Az előző beszélgetés részben a Despot Károly azt mondta, hogy hát jó évek vannak mögöttünk, ugye? Megint ez a tengeri hasonlat, hogy akárki el tudott bohóckodni, ugye? Amikor nyugodt a víz, akárki el tud bohóckodni egy vitorlással. És akkor megfogalmazódott benne, hát ez most már nem volt ilyen nyugodt ez a tenger. Hát volt itt legalább 3 olyan dolog, most már 4, ami iszonyan megrázhatja a vállalkozásokat, akárhol vannak a világon, hát meg egy ilyen kitett helyszínen, mint mondjuk, ahol mi élünk. Hogy ez nem volt elég ez a 3 év, hogy mindenki, vagy nagyon sokan észbe kapjanak? Szerintem ilyen baromi kettőség tapasztalatom most. Egyrészt, hogyha ugye mi a nem fizetés kockázatát nézzük, ami egy nagyon jó mérőszám a lakosság fizetőképességi helyzetére vonatkozóan. És mindig, amikor találkozunk, az első kérdésem hozzá, hogy ezt mondod, hogy mennyi ez a szám, hogy állunk. Azt látni, hogy az MNB statisztika szerint az nagyon alacsony szinten van, tehát a lakosság a lakás hiteleit az egyébként nagyon jól tudja fizetni. Ez mindenképp egy pozitívum. Ezt nyilván a kormányzati beavatkozások támasztották, kamatstop, moratórium, különböző árstopok támasztották. A másik oldalról viszont az is látszik, hogy a megtakarítások összegszerűen jelentősen csökkentek, vagy egy része talán bement állampapírba, de akkor is jelentősen csökkent a lakosság megtakarítása. Érezzük, hogy recesszió van, de egyelőre még azt tapasztaljuk, hogy még ellenállóak a cégek. Természetesen, hogyha ez tovább gyűrűzik, akkor egyre nehezebb lesz most már a lakosságnak a különböző számláit fizetni. Vannak olyan kimutatásaink, amiből azt látjuk, hogy egy fontos szám, hogy a lakosságnak körülbelül a fele
nem rendelkezik több, mint egy-két havi megélhetéshez szükséges megtakarítással. Igen, tehát most néhány napja volt egy friss kutatásig, ott talán még rosszabb volt ez a szám, vagy az arányató. Egy hónapról volt szó. Egy hónap volt. Igen, én egy kicsit javítottam igen, rajta. Te mindig optimista vagy. Jó, volt olyan kockázat most nálatok, amire mondjuk, hogyha egy éve találkozunk, akkor nem gondoltál volna? Vagy nem súlyoztad volna úgy, ahogy most súlyoztad a kis potmétereiddel? Alapvetően nem. Szerintem nálunk egy nagyon behatárolt a piac is, nagyon behatárolt azt, amit csinálhatunk. Nagyon jogszabályilag le van ez. Segítsek, mi ez a... Szabályozva. Igen, köszönöm. Szabályozva a dolog. Nem nagyon láttam ilyet. Minket a COVID-se rázott meg. Ott igazából amiatt, hogy bennmaradt egy csomó pénz a háztartásokba, és azokat a ház körüli dolgokra kezdték el utazás helyett, meg hasonlók helyett költeni, nálunk az ilyen felfutós volt. A kommunikációnk, már a belső kommunikációnk már előtte is olyan volt, hogy távmunkába tudtunk dolgozni, nem okozott ez nekünk. Ami kicsit az, amikor nagyobb gondot okozott, hogy egy csomó nyersanyag nem érkezett meg külföldről, és mondjuk a kábelgyárnak a kapacitása lecsökkent, de az meg más úton tudtuk helyettesíteni. És a HR kockázat sem olyan erős nálatok, mint a másik két cégnél, ezt ugye az előző körökből már megtudtuk, hogy nálatok szeretnek, és sokáig szeretnek dolgozni az emberek. Igen, azért látszódik, hogy a kockázat feltárás, menedzsment témaköre nem annyira kritikus fontosságú a Zsoltéknál. Ez ugye kiderült az előző feladatokból, a pénzügyi tervezésnél, hogy nagyon stabil gazdálkodás zajlik Zsoltéknál. Nagyon komoly potenciál van még a vállalkozásban, nem csak bevétel, hanem gazdálkodás tudatosság tekintetében is. És ilyen értelemben a kockázatok az egy jelentős része már ezzel önmagában, hogy egy nagyon tudatos gazdálkodás zajlik, eleve a helyén volt kezelve, és nem annyira jelentős. És ez a fajta stabilitás, ez egy nagyon megnyugtató állapot. Én nagyon kívánom, hogy maradjon ez így. Köszönjük. Későbbiekben is, bár az látszódik, hogy a stratégiai kitörési pontban a diverzifikáció ott van benne, tehát hogy az egy ügyfeles, vagy a nagyon kitett ügyfél, egy-egy ügyfélnek kitett bevételforrás, az legyen megosztva. Hát nektek ez a legfontosabb. Most amin változtatni. Igen, hát kell, már változunk rajta. Igen. Csak Károlynak mondom meg a hallgatóknak, ha nem voltak itt a múlt héten velünk, hogy ez az a cég, ahol a tulajdonos vagy ügyvezető az életbiztosítást köt magára, és a cég a kedvezményezett, hogyha bármi történne, akkor tehát csak ennyit a tudatosságról, hogy ez a többször nem fogunk ezzel megdicsérni. Mi beszéltünk, és ez nem hallottam még ilyet, és egy nagyon nagy dolognak tartom, hogy, abszolút, hogy a cég folytonosságát is szeretné biztosítani. A feladat megoldása, tehát akkor nyilván itt is majd nagyon jó pontszámokat von maga után. Volt olyan dolog, ami gondolkodás közben, stúdírozás közben mégiscsak bevillant, vagy egy érdekes új fölismerés volt? Vagy mégis már mindennel szembesültél? Pénzügyileg nem éreztem olyat, de most, hogy így befejeztük, én is rájöttem, hogy a kockázatok, amik egyébként pénzügyileg is tudják érinteni a vállalkozást, akár környezetvédelmi kockázatok, vagy munkaegészségbiztonsági kockázatok, azokat is be kell ebbe rakni, mert egy halálos munkabaleset, az a személyes érintettségen és tragédián felül az egész megrendelésünket el tudja vinni, mert akkor kiraknak mondjuk minket egy ilyenből. Nyilván benne volt a kockázatban a munkabaleset, de amiatt, hogy nagyon le vagyunk szabályozva, sok az oktatásunk, a védőeszközök megvannak, szakemberek dolgoznak, így a hatás nagyon nagy, a valószínűségét kicsire vettem, de már most a következőben, ha kibővítem a táblázatot, belerakom ezeket is, mert ezek meg amúgy megvannak, csak egy másik táblázatban, akkor lehet egybe kezelni a dolgot. Mondtam, hogy tudatos. Igen. Ezt most bizonyította is volt. Pontszámok Károlytól? 9 pontot adtam. Imre? Én 10. Megint egy nagyon jó pontszám. Köszönjük szépen. Jó felkészülést a következő körre, akkor már a kockázati megoldások fognak majd következni jövő héten. Mi pedig mindjárt folytatjuk a mentort, jön Király László és jön a Molinári.
Ez a Mentor. Gazdasági reality, üzleti tréning a Trend FM-en. A műsor állandó szakértője és ötletgazdája dr. Molnár Imre. A műsorvezető Ércfalvi András. Kedves hallgatók, kedves nézők, folytatódik a Mentor, az utolsó, a harmadik kör, ahogy mondtam az előbb, Molinári Király László kávé, bor, kis és nagy kereskedelem, kockázatelemzés, még mindig itt tartunk ebben a körben, kockázatmenedzsment, jövő héten folytatódik majd a Mentor, akkor majd a megoldások jönnek, de most a kockázatok feltérképezése volt a vállalkozások feladata. Végül is erről beszélgettünk veled, előző feladatoknál szóba került már, például a HR kockázat, ugye az, hogy hova milyen ember kellene, hogy terhelnétek át feladatokat, hogy delegálnátok, hogy osztanátok meg a felelősséget, hogyha találnátok olyan embereket. Tehát nátok a HR kockázat az biztos, hogy az élen van valamilyen szempontból. Így van, pontosan ezt mi is érezzük, és hát főleg úgymond alapszinten, tehát a jó barista megtalálása vagy kiképzése. Most már nem is törekszünk arra, hogy barisztát keressünk, hanem megfelelő személyiséget, aki ezt szeretné csinálni, és inkább mi vállaljuk a felkészítését, a kiképzését, és akkor biztosak lehetünk, hogy azt a színvonalat, amit mi elvárunk, azt ő is fogja tudni képviselni. Pedig az ember azt gondolná, hogy ez egy szexi, trendi szakma, most nem bariszta. Ilyen mindenféle klassz, hosszú kötényben nem tudom mi ott kevergeti, kütyükteti, főzögetteti, és nagyon hozzáért. Tehát, mint a szomeliék, hát ha már a párod, ugye a Szomeliő Szövetség főtitkár, igen. Szóval nagyjából ugyanannyira klassz dolog ez. Minden kávézó tele van, és hát nyilván ez egy megbecsült foglalkozás. Mégis ilyen nehéz? Ez így, ahogy mondod, hogy nagyon divatos szakma, és ugyanakkor mégis nem könnyű. Pontosan azért nem, mert már lassan köszön, hogy a Covid sok mindent átírt, ez az egyik fele. A másik meg így a vendéglátásnak azért van egy olyan oldala, amit nem szívesen vállalnak. Én mindig el szoktam mondani, hogy nálunk az a jó, hogy mi hétfőtől péntekig dolgozunk, és 8-tól reggel 8-tól este 6-ig, és jó lehet, bort is forgalmazunk, de nálunk nem az a lényeg, tehát nincsenek alkoholos befolyásoltság alatt lévő emberek. Az sem mindegy, igen. Igen, tehát tényleg dalmók a kacagás nálunk az élet, és aki ezt megtapasztalja, az élvezi is. De azért be kell jönni, és ma látjuk, most nem akarom kritizálni a mai fiatalokat, de sokszor alapdolgokkal nincsenek tisztában. És például az, hogy kérem, köszönöm, olyan szép önéletrajzokat látunk, hogy hihetetlen, és felsőfokú végzett diplomás emberek, és amikor meg ott vannak, akkor teljesen más a valós kép róluk. Na jó, kíváncsi vagyok a mentorok véleményére, jó, hogy milyen volt ez a kockázati térkép, Lacitól. De ez a két téma volt egyébként hangsúlyos, az egyik a maga munkaerő, ugye ez egy kisebb vállalkozás, az, hogy találják meg az egyensúlyt ahhoz, hogy legyen azért nyilván egy magánéletük is a cég működtetése mellett, és megtalálják azokat a munkaerőpiacról, azokat a belépőket, akik szívesen dolgoznak ott. Tehát ez egy kisebb vállalkozáson azt gondolom, hogy ez egy falsúlyosabb téma, hiszen gyakorlatilag egy picit a család részévé válik az, aki hosszabb ideig bekapcsolódik. A másik pedig, ami lévén a tevékenység fakadóan, maga a kereskedelmi kockázatok, és azt nagyon jól értettük azokat a kockázatokat, ami egy gyári képviseletből adódik, egy árfolyam, egy pénzügyi kockázat, akár a kávéfogyasztásnak az a szegmense, hogy home office, irodában dolgoznak. Hol fogyasztom a kávét? Hol fogyasztanak, igen. Van egy céges ingyen kávé, tehát az, hogy kik jönnek lekávézni, de akár a webshoppal kapcsolatos kockázatokat is nagyon jól láttuk a bemutatott anyagban. Igen, itt amit kiemelnék, az árfolyam kockázat, ugye mégiscsak egy import tranzakció benne van az egész kereskedelmi folyamatban, és az a fajta kizárólagossági kockázat is, hiszen egy képviselet ként működik a cég idehaza Magyarországon, tehát ott is van egyfajta kitettség. Hát igen, például az, hogy nem ígére valaki rá, most hadd mondjam, nagyon egyszerűen. Tényleg erről nem is beszélgettünk, a kávé áráról már a múlt héten azt hiszem eszmét cseréltünk, az árfolyamokról is, de az, hogy mondjuk, igen, tehát ez pont, mint az egy megrendelős a másik vállalkozásunknál, hogyha egy megrendelő van, itt is azért a kizárólagos márkaképviseletben van kockázat. Ez milyen gyakran tolul föl az álmaidban? Hát
Eleinte, amíg mi abban a meggyőződésben voltunk, hogy mi kizárólagos joggal rendelkezünk, és az 10-12 évvel ezelőtt kiderült, hogy nem, de ezt nagyon korrektül és hamar le tudtuk az olasz partnerrel beszélni, hogy Magyarországon, ha ezt a prémium kategóriás terméket akarjuk képviselni, akkor az nem biztos, hogy jó, hogyha többen vagyunk a piacon, mert óhatatlanul árverseny lesz, és akkor nem fogjuk tudni azt a színvonalat képviselni. Tehát, és ezt sikerült lerendeznünk. És most, hogy ez így fölvetődött, eszembe jutott, hogy az a kettősség is benne van nálunk, hogy például most kisebb a partnereink száma, de vigyáznunk kell, hogy mennyire duzzasszuk majd fel, hogy ugyanakkor el is tudjuk őket látni, mert ez nem egy tömegtermék itt, hogyha holnap tízszer annyian akarnák ezt megkapni, kizárt, tehát nincs. Ugyanez vonatkozik itt a kávéházban lévő vinotékára is, hogy sokszor bejönnek, és mondják, hogy ő nagy borszerető ember, és ismeri a magyar borpiacot, és ezeket a borokat meg nem. Mondom, pont azért nem, mert a borok többsége Michelin-csillagos éttermekbe kerül, tehát ritka, hogy így polcáron nálunk meg lehet kapni, és akkor a következő kérdés, hogy mi nem reklámozzuk. Mondom, pontosan azért nem tudom reklámozni, mert ha kérsz most 4 üveggel, lehet, hogy már csak 3-at tudok adni úgy, hogy már a pincébe sincs. Tehát elkezdem itt nagy mellénnyel verni, hogy gyere hozzám, és a végén nem tudlak kiszolgálni. Tehát ezzel nagyon óvatosan kell bánni, hogy... Hát ez egy forgalmi kockázat, de akkor igen. Nem csak lefelé, hanem föl, ilyen alapon akkor ez fölfelé is. Igen. Ez mennyire összetett, a fele se gondolta egyébként, hogy ez is probléma, de hát valóban. A prémium termékek sajátossága ez. Ugye most láttunk egy-két luxus márkát, akik pont a Covid idején, amikor a tehetősebb emberek az utazást mellőzve elgondolkodtak azon, hogy mivel tudják kényeztetni magukat, és láttunk olyan luxusmárkákat a piacon, ahol brutálisan... Hát a legolcsóbb, meg a legdrágább, mert nagyon sokféle fajta termék. A kínált várólisták alakultak ki, stb., és ez kontraproduktív tud lenni a márka megítélését tekintve, amikor egyébként volna pénze az embernek, örömmel befektetne, vásárolna, de elhagyják, vagy olyan várólistára kerül, hogy majd jöjjön vissza pár év múlva, tehát konkrétan ilyen szintig. Na, erről jut eszembe, pont tegnap előtt volt, az egyik kollégátok bejött hozzánk, beszélgetett, és mondta, beszélgettünk borokról, borászokról, és felcsillant a szeme, és mondta, hogy az egyik borász hölgyet össze tudná hozni egy befolyásos főszerkesztővel, hogy riportot készítene a borász hölgyel. És hát mondom, várjál, mielőtt kiadom a telefonszámát, egyeztetek én a borász hölgyel, hogy egyáltalán kiadhatom-e. Ezt úgy illik, igen. Igen. Fölhívom a hölgyet, és én azt hittem, hogy kap az alkalmon, hogy reklám lehetőség. És ő mondta, hogy nem, Laci, kiadhatod a számomat, de ugyanazt fogom neki mondani, amit most neked, hogy én 10 éve nem adok riportot. Mert az a tapasztalatom, hogy adok egy riportot, megrohannak ezek a zsúrfiúk, akik most divatból odajönnek, és próbálnak ott, tehát egy olyan közeg, akire ő nem kíváncsi. Az ő borának megvan a piaca, azokat pont ki tudja elégíteni. Tehát nem akarja higítani a közönséget. Így van, mert nincs is annyi bora. Filmen, tehát nincs is. Megvan neki az a illetve az a vevőköre a elit éttermekbe is, ahova visz, meg az a pár ember, aki tud róla, és akiket ő beenged szívesen a pincébe, de nem lesz ott átjáró. Na jó, az ő kockázati térképen akkor annak is meg kell jelenni, hogy egyszer csak fölkapja a média, nem? Megint egy 8 rossz cikk, és oda megy, nem tudom, 5000 olyan vásárló, akire meg ő egyébként nem kíváncsi. Ugye emlékszünk, a legelső feladat volt az, amikor definiálni kellett a cégeknek magukat, hogy kik ők, kiknek szolgáltatnak, és ugyanígy definiálni kell azt is, hogy kiknek nem. Kit nem tekintünk az ügyfeleknek. Ez is egy lényeges. Hát látszik, hogy akkor a hölgy nem volt itt a mentor egyik évfolyamában sem. Utolsó értékelés, hozzászólás. Még annyi kérdés, és nekem egy nagyon megnyugtató válasz az, hogy én kívülállóként vélelmeztem egy kockázatot, amit szerencsére Laciék megerősítettek, hogy ők gondoltak rá, csak nem tették be az anyagba, és ez pedig magával a finanszírozással, likviditással és a logisztikával kapcsolatos kockázat volt. Úgyhogy ez is megnyugtató volt látni, hogy ebben a kérdésben is előre gondolkodnak, és raktárkészletet építenek, és úgy alakítják ki a kapcsolatot a partnerrel, hogy az ellátás biztonság az meg legyen. Én 8 pontot adtam el. Köszönöm. És hát majd jövő héten akkor ugye
tetemre hívás, mert akkor látszik majd, hogy mik a megoldása ezeknek a problémáknak. Igen, ehhez kapcsolódóan csak egy apró visszajelzés. Én 9 pontot adtam egyébként, és az észrevételem az anyaga kapcsolatban, hogy, és ez inkább üzenet a rádióhallgatóknak is, hogy célszerű olyan kockázatokat választani a sok-sok kockázat közül, amivel akarunk is foglalkozni valamit, amelyre van bármilyen ráhatásunk, vagy lehet bármilyen ráhatásunk. Tehát, hogyha olyan valóban egy nagy bekövetkezési valószínűséges, nagy hatással bíró kockázatot találunk, amit viszont azt végképp nem tudunk befolyásolni. Vulkánkitörés, tájfun. Igen, vagy egy újabb Covid hullám is adott esetben, így ezek nagyon nehéz ezzel mit kezdeni. Tehát azzal a limitált erőforrásunkkal inkább azokra fókuszáljunk, amelyik valamilyen módon befolyásolható a kimenete, a forgatókönyvet tudunk rá írni, hogyha előáll ez a nem vált esemény, akkor olyan mit fogunk csinálni. Úgyhogy emiatt 9 pont. És jövő héten akkor a megoldások jönnek. Jövő héten azt várjuk, igen, hogy a listázott pirosban lévő kockázatokra valamilyen rövid egy-két bekezdéses gondolatot dolgozzanak ki a cégeink, hogy ha bekövetkezik ez a nem várt esemény, akkor vajon mit fognak csinálni? Mi az a kockázat, amit mondjuk át tudnak hárítani egy partnerre, vagy egy adott esetben, mi az, amit meg tudnak osztani a résztvevők között, mi az, amit egyszerűen el kell tudjanak viselni, de akkor azon már most kell gondoskodni, adott esetben valami tartalék alapról, amit majd akkor föl tudnak használni, amikor esetleg előáll ez a nem várt esemény. Szóval, hogy melyiket hogyan gondolják kezelni. Nagyon szépen köszönöm nektek. Jövő héten ugyanebben a körben találkozunk. Igen. Az Intrum CMS igazgatója Despot Kár ugyanígy itt lesz. Tehát látja majd a megoldásokat is, nem hagyja félbe a vállalkozások munkát. Itt lesznek a vállalkozások is. Persze itt lesz dr. Molnár Imre, a műsorunk ötletgazdája. Köszönjük szépen a figyelmet, jövő héten találkozunk. Ez volt a Mentor. Gazdasági reality, üzleti tréning a Trend FM-en. Jövő kedden folytatódik a cégek küzdelme a sikerért. Addig is a műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon, a rádió podcast csatornáin, a videós verzió pedig megtekinthető a Trend FM YouTube csatornáján.